Halára ítéltek egy kanadai férfit Kínában. Robert Lloyd Schellenberget egyszer már elítélték a drogcsempészet miatt, 15 évet kapott novemberben, de a bíróság nem volt elégedett a büntetési tétellel, másodfokon újra tárgyalta az ügyet. Habár Schellenberg még fellebezhet, az eset súlyosbította a diplomáciai feszültséget Kína és Kanada között. A kanadai kormányfő aggodalmát fejezte ki a kormány nevében, szerinte barátaikat és szövetségeseiket is aggasztja, hogy a kínai bíróság önkényesen ítélt el egy kanadai állampolgárt. Megfigyelők szerint Schellenberg ügyét azért vették elő a kínai hatóságok, mert a kanadai rendőrség amerikai elfogatóparancsra őrizetbe vette a Huawei pénzügyi igazgatóját december elején. Megvan Chowt, aki a Huawei alapítójának lánya, azzal vádolják az Egyesült Államokban, hogy közreműködött az Irán elleni embargó kijátszásában. Schellenberg halálbüntetésén kívül két másik kanadai letartóztatását is válaszlépésnek tekinti ottava. Egy üzletembert és egy volt diplomatát akarnak bíróság elé állítani Pekingben azzal a váddal, hogy veszélyeztetik a nemzetbiztonságot. A kínai kormány visszautasítja, hogy az ügyeknek közük lenne egymáshoz, de elemzők szerint ez nem is kérdés.